Itt a nagy színpadon tartotta évadnyitó ülését a Győri Nemzeti Színház Társulata. Forgács Péter elsőként a nemrégiben rendezett színészünnepet méltatta, hiszen a Kaszás Attila díjátadóval egybekötött rendezvénynek országosan is híre ment. Az igazgató hozzátette, sikeres évadot zártak, és remélhetőleg az idei még jobb lesz. Ezt a bérleteladások is mutatják, idén ugyanis várhatóan átlépik a 10 000-es álomhatárt. Ez több bérlettípusból tevődik össze, így a Vilkor suli bérletből is. Minden suli bérletet eladtunk, nincs több lehetőség, hogy többet eladjunk. És ez a suli bérlet, ez 960 darabot jelent, ami azt jelenti, hogy eladhatunk volna egyébként még egyszer ennyit, tehát egyszer képtelen vagyunk, és ezért már többször haragszanak ránk, mint dicsérnek. Ez most gyakorlatilag így együtt 9825 darab bérletet jelent, viszont akkor még nem számoltam bele azt, hogy tavaszig még lehet vásárolni sikerbérletet, ami tavaly az 469 darab volt. Ha csak 300-at veszek, ha csak 200-at, akkor is átlépjük a 10 000-es álomhatárt. Én azt hiszem, ez nagyon nagy dolog. A teljesítmény természetesen Borkai Zsolt is elismerte. A polgármester úgy fogalmazott, az elmúlt évek kulturális változásait tekintve a Győri Nemzeti Színházra bárki büszke lehet. Én szeretnék köszönetet mondani önöknek, és ezen felül persze természetesen igazgató úrnak, hogy sikerült egy olyan Győri Nemzeti Színházat kialakítani, olyan társulatot megszervezni és megerősíteni, akiknek egy céljuk van, hogy azt a művészi tudást átadják és a legjobb teljesítményt nyújtsák. Mi pedig, akik szurkolunk a nézőtérről, győriek, vagy éppen az ide látogatók, pedig azt gondolom, hogy jól érezhettük magunkat az elmúlt időszakban. Az évadnyitón az is kiderült, hogy az elmúlt hónapokban egy nagy, több mint 100 millió forint értékű beruházás zajlott az épületben, mely a ferdetető felújítását, de a vezetékek cseréjét is magába foglalta. Forgács Péter végezetül kiemelte, hogy idén is törekednek a közönség maximális kiszolgálására, ebben pedig a vendégművészek is szerepet játszanak, így a győriek találkozhatnak majd Jókai Annával, Gáspár Sándorral, másik Lehellel, de Szomor Györggyel is.